Újabb győztes mérkőzést tudhat maga mögött a Nyíregyháza Spartacus, amely táján lépett pályára a bajnokság 9. fordulójában. A találkozó esélyesei a vendégek voltak, akik ennek szellemében végig is támadták az első félidőt, és a 41. percben Kosztis révén meg is szerezték a vezetést. Mint később kiderült, ez a találat a 3 pontot jelentette a Spari számára. Tükrözi az eredmény játékképét, hiszen valóban nehéz körülmények között játszottunk, de ezzel nem szeretnék különösebben foglalkozni. Nehéz mérkőzésünk volt, hétközben volt egy kupamérkőzésünk, amelyet sikerrel vettünk. Mindenképpen a 3 pont megszerzése volt a cél hétvégén is, ez sikerült. Az első fél időben jól játszottunk, a második fél időben picit visszavettünk a tempóból, az ellenfelünk kicsit följebb jött a játékba, de összességében a győzelmünk nem fogott veszélyben. Az NB3 keleti csoportjának élén a Nyíregyháza Spartacus áll 27 ponttal, úgy, hogy 25 lőtt gól mellett mindössze 3-at kapott Mátyus János együttese. A szakvezető szerint nem jelent terhet csapata számára már 9 meccses győzelmi sorozat. Engem semmiképpen nem nyomaszt, hanem inkább feldob. Ha jól hallottam, az NB-s csapatokat idevéve egyetlen egy 100%-os csapat van Magyarországon, az Spari, de nem ezért nyeregetünk, azért nyeregetünk, mert szeretnénk feljutni. Minél korábban szeretnénk eljutni ahhoz, hogy ki lehessen azt jelenti, hogy a Spari feljutott. Ez még persze nagyon-nagyon messze van, de a tét, illetve az elmúlt hetek eredményei semmiképpen sem nyomasztanak minket. A Nyíregyháza Spartacus a 10. fordulóban a Somosesi csapatát fogadja. A mérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik a Városi Stadionban.